látásmódot adott talán a szeminárium, hogy hogyan lássam az egész dohányzás dolgot. Átformálja a gondolkodásmódunkat. Így aztán tavaly december 10-én részt vettem a előadáson, és azóta nem dohányzok. 2 nap múlva lesz fél éve. Én úgy éltem meg, hogy nekem könnyű volt leszokni a cigarettáról. Tehát az, hogy egy nap alatt tényleg az ember eljött egy szemináriumra, és így ez így beleívódott a fejébe, és le tudott szokni, szerintem ez egy fantasztikus dolog. Nekem mondom, 33 év, nagyon kemény dohányzás, és én nagyon erős cigit szívtam. Ez itt az alatt, a 6 óra alatt, amit itt eltöltöttünk közösen. Onnan eljutottam, hogy én szeretnék dohányozni, odáig, hogy most már nem szeretnék dohányozni, és azóta nem is gyűjtöttem el. Az is igaz, hogy az első heteket számoltam, tehát a 6. hétig még számoltam, hogy 6. hete nem gyújtottam rá. De utána valahogy elveszített a varázsát, és azóta nem számolom. És akkor rájöttem, hogy valójában én meg vagyok nélküle. Nincs tiltás. Ez jó. Szóval nem kell csak belevezeti az embert arra, hogy miért jó az, ha nem dohányzunk. Én szóval 40 évet nem lehet büntetlenül végdohányozni, de természetesen egy éve, hogy az LNK módszerrel sikerült leszoknom, nagyon nagy mértékben javult az egészségi állapotom, és hát egyáltalán az életminőségem. Kezd el mondani a dohányzás által okozott rekedtség. Reggelente azért már valahogy egy kicsit másképp ébredek, tehát sokkal, sokkal jobb a közérzetem. Így, mint hogyha átmosták volna az agyamat. Nem is foglalkoztam, túlzottam vele, hogy jaj, most rágyújtsak, tengyújtsak, csak egyet, csak nem. Hát akkor találkoztam ezzel a Erenkár módszerrel, és mondtam, ezt megpróbálom, én leszokok, de valami kis segítség kell, mert az egyedüli próbálkozások, hogy mit tudom, csökkentem az adagot, meg abszolút nem jártak eredménnyel. De nem okozott különösebb gondot, hogy én most ne gyújtsak rá. Úgyhogy ez egy nagyon kellemes meglepetés volt másnaptól, és azóta nem dohányzom. Érdekes módon működik. Tehát ennyi. 6 hónapja végeztem el ezt a tréninget, és azóta egyetlen szál cigarettát nem szívtam el, és nem is hiány. Szerintem egy első osztályú döntés az embernek, hogyha meglépi ezt a lehetőséget, itt csak nyerni lehet. Itt semmi veszteség nincs, itt csak nyerni lehet.